Gyermekkorom óta óriási Michael Jackson rajongó vagyok, és fantasztikus érzés most belépni egy olyan kiállításra, egy exkluzív kiállításra, ahol a pop királyának több mint 50 eredeti erekéjét lehet megtekinteni. Nézzünk körül! Ide belépni már önmagában egy óriási élmény, és így a hideg is ráz ezeket a ruhákat, ezeket a relikviákat látva. Itt a 92-es, 93-as Dangerous turnén viseltem, például Bukarestben, ahogy az a videón is látszik, a koncertnek a legvégén, a Man in the Mirror előadásán adták rá konkrétan a színpadon. Négy darab készült belőle, kettő a dublőrnek, kettő Jacksonnak, ez Jackson. Jacksonnak egy eredeti Swarovski kesztyűje, az 1984-es Victory turnéról. Ezek szerint ez is Michael Jackson kezén volt. Látszik benne a sminkjének a foltja, és körülbelül olyan 1500-2000 kő van rávarva kézzel. Nagyjából milyen értéke van egy ilyen kesztyűnek? Aukciókon körülbelül olyan 30 és 40 millió forint lehet. Akár csak a kesztyűn, az zokniait is Swarovski kristályokkal díszítették. A két zokni együtt körülbelül ilyen 300 grammot nyom, kisebb ilyen nehezék volt a lábán, amikor ebben táncolt. Hol dugdostad eddig ezeket a relikviákat? Otthon az ágy alatt, illetve konkrétan az ágy alatt volt már csak hely ahhoz, hogy ilyen fém koffereket, amiben ezeket tartottam, azokat oda raktam be, illetve például a pizsomáját vagy az overát, azt volt olyan, hogy a saját ruháim közé tudtam csak behajtogatni. Fekete kalapból élete során szerintem hozzávetleg 500-at elhasznált, annyit minimum. A Billie Jean című számának a színpadi előadása során mindig egyet bedobott a közönségbe. A fehér kalap viszont a Smooth Criminal előadásán volt használatban, a 96-os, 97-es koncerten, az egy sokkal ritkább, abból alig pár tucat létezik. A pizsoma a kedvencem, ezt a pizsomát egy 2002-es fotózáson viselte a saját mozitermében. Nagyon fura így belegondolni, hogy otthon a ruhatárban, hogy lapozgatod ink póló, Michael Jackson pizsoma, ink póló, hogy ez tényleg így működött. Igen, ez így működött, és figyelni kellett, hogy véletlenül ne ebbe menjek el aludni. Ő Jacksonnak az egyik Jackie-je, én ragaszkodtam hozzá, hogy ez a kiállítás meg se nyisson addig, amíg nincs egy Jackie-nk, ami kimondottan csak Jackie. Ezt a darabot 2005-ben viselt, amikor Bahrainben találkozott a szultánnal. 94-ben Budapesten forgatta a soron következő albumához a reklámvideót, ez a História album volt. Nagyon kevesen tudják, hogy 94-ben, amikor emiatt a forgatás miatt idejött, akkor az újdonsült feleségével, Lisa Mary Presleyvel jött Budapestre, és annyira sűrű volt neki a programja, hogy a budapesti útjuk tekinthető a NASZ útjuknak, csak ezt nem harangozták be. Ebből a sisakból négy darab készült, konkrétan a History turnéra. A turné a show nyitányában, ő egy űrhajóban jelent meg a színpadon, és asztronautaként kilépett belőle. Nehéz felfogni egyébként, hogy ez az egész megvalósult, majd szerintem a végén leszek boldog, hogyha azt érzem, hogy sokan eljöttek, és hogy sokaknak tetszett, és hogy az emberekhez egy kicsit közelebb került ezáltal Michael Jackson, vagy a vele kapcsolatos tévhiteket, vagy azt a kettőség, ahogy közelítünk Michael Jackson, hogyha ezt sikerül egy kicsit tompítani, akkor leszek elégedett. Okay, everybody, that's a wrap.